Az igazság az, hogy én a Galántai Gyurit már legalább 20 éve nem láttam. Úgyhogy én azért is örülök ennek a lehetőségnek, hogy most ezen kamerán keresztül beszélhetek hozzá. Ez olyan, mintha egy ilyen távoli kontinensre hosszú évtizedeken és sok ezer kilométeren keresztül az ember integetne valami jeles alkalomból, Isten éltessen. Hát, ha visszaemlékszem, én a Gyurit valamikor 80-as évek elejétől, 82-től, gyakrabban 86-ig, 7-ig láttam. Akkoriban csupa olyan érdekes dolgot műveltek a Klanica Julival, ami az ember csak így tátotta a száját. Nekem az első feleségem állt kapcsolatban a képzőművészekkel. Én pedig szociológus voltam, úgyhogy kicsit messzebbről néztem rájuk, de hát hihetetlen izgalmas volt és érdekes, amit láttam. Hát ezek közül is a Galántai Gyuri és a Klanica Juli, ők ugye, hát ez is jókedvűek voltak, másrészt pedig csomó minden transzparensebben mutattak meg abból, ami történik velük. Voltak éppen, nem lehetett tudni, hogy mikor van performance, és mikor élik a hétköznapi életüket. Például beöltöztek fehér ruhájukba, amelyik ilyen nagy fekete betűkkel volt teleírva. És időnként kunsztoztak, meg beálltak mondjuk így a Vera Muhina szobrának a pózába, és forogtak, mint munkás, és Kolhoz parasztasszony, csarló és kalapáccsal, és más egyéb munkákat csináltak. És hát volt a Gyurinak egyrészt ez a fantasztikus szobrászata, másrészt pedig volt ez a közösségi életteremtő mozgalma, ez az Art Pool, ez a művészeti levelezés a világban, meg a hírlevél, ezek a szamizdat példányok, amiket előállítottak, és én azokat nagy izgalommal olvastam. Szóval mindez fantasztikus, izgalmas volt és érdekes volt, és hát most visszagondolok, hát két dolog az, amit mondanék, az, és jut eszembe a Gyuriról. Egyrészt az, hogy ő is azok közé tartozik talán, akik biztosan sok olyasmit tudnak a fiam anyjáról, az első feleségem, aki meghalt 91-ben, amit talán én se tudok. A másik pedig az, hogy én nekem ugye elég sok könyvem megjelent már, de a legeslegelsőnek a címlapját a Gyuri tervezte, és ezt most előkerestem. És erről van szó, ez a Kulákprés című szociográfiám első kiadása. Ez egy gépelt könyv, és a Gyuri, hát ezt ugye nagyon jó érzékel, a címbéli betűk és írógép betűk, azokból alkotta meg, és hát voltak éppen, ahhoz képest, hogy ez egy 86-os kiadvány, hihetetlen modern, sőt tulajdonképpen nem is tudom, hogy volt-e már ilyen formabontó borítom azóta is, mint ez. Ez ugye egy szobor. Ez a Gyurinak egy szobra, amelyet létező korábban funkcionáló tárgyakból újra komponált. Hát ez történetesen egy eketaligából, egy mögé kötött boronából, tehát a paraszti életnek a mindennapos eszközéből, szerszámából konstruálta újra, úgyhogy mit tudom én, a földbe mélyedő eke vasakat, azokat így fölrakta a masina tetejére, mint a féle szárnyakat, itt hátul van egy másik nézet, és jelentést adott nekik. Most tekintve, hogy ugye a Kulákprés mégis csak paraszti gazdaságnak a csődbe menéséről,
és a végéről szól, arról, hogy hát ezekkel az eszközökkel dolgozó emberek élete az abban a formában véget ért, hát ahogy az eszköz is abban a formában véget ér, és illetve nem lesz rá szükség. De hát a Gyurinál ugye mégis, mint hamvaiból egy főnix madár föltámad, mint szobor, mint egy képzőművészeti alkotás, és filozófiát kap, mégpedig abban a formában, hogy meg is számozta, meg is jelölte az alkatrészeket, és odaírta, hogy a tárgy részei. Egy dinamika, ez itten ez a felső nyíl, van könnyedség, ezek a szárnyak, ugye, az ekevasabból, van az állhatatosság, van a szelekció, ez a borona, és aztán vannak a kerekek, amelyek egyik a koncepció, a másik az akarat, a harmadik a hit, és aztán vannak ezek a különféle eszközök itt, amelyik a hozzáértést, a szorgalmat vagy a fantáziát szimbolizálják. Úgyhogy én borzasztóan örültem neki, hogy az én eléggé földhöz ragadt szociográfiai művemhez ad egy ilyen kicsit filozófikus, jelentésű könyvet, könyvborító címlapot a Galántai Gyuri. A Közeg Szántó című szobrát 75-ben csinálta, most látom. Hát ez jó 10 évvel később került az én borítomra. Hát ez jut eszembe mindig róla, és azt, hogy egy ilyen játékosan és kópésan kreatív volt, és hát én úgy képzelem, hogy mikor egy kicsit nyilván meg is öregedett, mint mindnyájan, azért ezeket a jó tulajdonságait őrzi.